Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Bizonyára mindannyiunk számára ismert Jónás próféta személye. De nem ez a most hallott ige szakasz. Talán nektek gyerekek is ismerős a történet, amikor Jónást bekapja egy nagy cethal, és 3 napig lesz ott a gyomrában, a sötétségben. Majd végül megmenekül. Az ő életéből ezt az eseményt szoktuk jobban kiemelni, jobban ismerni. A festőket is ez a történés iklette meg Jónás életéből. De a most hallott ige szakasz, a Szentíró tovább megy ebben az ige szakaszban Jónás életének eseményeiben. Története kezdetén Jónás ugyanis feladatot kap Istentől. Hirdesse Ninive városában Isten megtérésre szólító üzenetét, szavát. És először Jónás ki akar térni az isteni útmutatás elől. Nem akar elmenni Ninivébe, hanem pont ellenkező irányba indul el. Egy másik hajóra száll fel. Láttuk azt, hogy először ki akar bújni a feladat alól. És így jön a csapás, úgymond, bekerül a cethal gyomrába. Végül pedig bizony teljesítenie kell mégiscsak Istentől kapott feladatát. El kell mennie Ninivébe, a nagy városba, és megtérésre kell hívnia az embereket. Isten nem mondott le Ninivéről, a bűnös városról. Nem változtatott tervén Jónás személyével kapcsolatban sem. Nem választ ki másik embert, hogy Jónás használhatatlan volt, és nem ment el, és aztán Isten inkább más embert küld, nem. Hanem ugyanúgy Jónáshoz szól Isten. Ebből látjuk azt, hogy valóban nem lehet kibújni az Isten akarata elől. Nem lehet elbújni, elrejtőzni. Mert amit Isten rábíz az emberre, azt meg kell tennie. Ninive nagy városa volt az Istennek. Olyan város, amely azt gondolta, hogy mindent megtehet. Az akkori világ ura lehet. Ő szabta a törvényt, övé volt a gazdagság, a hatalom. Nem ismert sem Istent, sem embert, mondhatnánk így is. Magának szinte mindent megengedő város volt Ninive. És lehetetlennek látszott szinte, hogy megtérjen Istenhez ez a város, ennek a városnak a lakói. Hiszen ahhoz be kell ismernie bűneit, szakítani kell az önzéssel, a hamisságból szerzett jóléttel, és az igazságot és emberséget kellene választani, amit már talán oly régen elfelejtett Ninive. De Isten nem mondott le Ninivéről. Ahogyan egyetlen bűnös emberről sem mond le Isten, még ma sem. Éppen ezért küldte Jónást Ninivébe. Nem azért, mert olyan szuper képességgel rendelkezett volna Jónás. Nem azért, mert olyan aranyszájú Szent János lett volna, bár ezt pontosan nem tudhatjuk, hanem azért, mert őt Isten választotta ki erre a feladatra, erre a küldetésre, amely nem lehetetlen küldetés. Mert Isten nem ad olyan feladatot az ember számára, amit ne tudna megtenni, ne tudna teljesíteni, ne tudna véghez vinni. Ahogyan ránk sem helyez olyan terhet, olyan feladatot, olyan kihívást, amelyet ne tudnánk megtenni. Csak a késztetés kell a szívünkbe, lelkünkbe, gondolatunkba, életünkbe. Hogy meghalljuk Isten szavát, parancsát, és aztán teljesítsük az ő akaratát. Mert az ő akarata a mi javunkat szolgálja.
Jónás azt mondhatnánk, hogy kap egy második, egy újabb esélyt. És milyen jó az, kedves testvérek, amikor az ember kap egy második, egy újabb lehetőséget, arra, hogy bizonyítson, arra, hogy megmutassa azt, hogy igenis meg tudja tenni azt, ami rábízatott. Mekkora kegyelem ez? Milyen jó a második esély? Amikor kapunk egy második esélyt, talán a munkahelyen, talán az iskolában, egy dolgozatnál, egy ránk bízott feladatnál, egy projektnél, egy kapcsolatban, egy szerelemben, egy baráti kapcsolatban, egy házasságban, egy ránk bízott feladatban, vagy bármiben, egyen-egyenként oda tudnánk tenni a mi személyes életünkből azt, hogy milyen jó lenne, hogyha kapnánk még egy esélyt, vagy bizonyságot tenni arról, hogy milyen jó, hogy kaptunk még egy esélyt. És Isten, ilyen Istenünk, aki nem csak második esélyt ad nekünk, hanem sokadik esélyt is. Arra, hogy hozzáforduljunk, hogy mi is megtérjünk abból az útból, amely nem az örök élet felé vezet bennünket.